A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, május 2-án kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először színházi programokkal várom Önöket, majd ellátogatunk a Géza Nagyfejedelem téri ásatásra, végül pedig a Stabat Mater előadásra. Tartsanak velünk! Elindult a Vörösmarty Színház Előhang című műsora, amelyben színművészek, rendezők mondják el gondolataikat egy-egy darabról. Az első két beszélgetésen az adáshiba került fókuszba. Szakonyi Károly nemrégiben 90. születésnapját ünneplő legenda és Lökös Ildikó dramaturg voltak a Vörösmarty Színház Előhang című új kulturális beszélgetős sorozatának első vendégei. Erdélyi Teréz moderálásával a meghívottak az először 1970-ben színre került Adáshiba című korfüggetlen kulcsmű megszületésének körülményeit, történetét mesélték el. Aktuális maradt, ahogy a közönség reagálását látja az ember, mert hát sajnos az emberi kapcsolatok azok nem javultak, inkább rosszabbodtak már a jelenkori körülmények között, és a technika pedig az sokat fejlődött azóta, de azóta a fejlődő technika bekerült újabban, mondjuk a mobiltelefon, meg ezek, amik frissítik a közönség számára a külsőségeknek az érthetőségét, de magában a darabban nem változott semmi, tehát az emberi magatartások, az egymásra nem figyelés, a önzés és a felületesség az sajnos az egyre rosszabb az emberi társadalomban. Ugye ezt megállapíthatjuk, hogy Várkonyi óta számos rendezőt találta ki, hogy ez lesz a kulcsdarab, és ez így is történt, hiszen ez egy korfüggetlen kulcsmű. Az, hogy a 2023-ban is ilyen népszerű, az nyilván annak köszönhető, amit az imént elmondott. De fontos-e, hogy a mai kornak megfelelően hozzátegyenek, ahogy az imént említette, például mobiltelefont vagy hasonlót? Igen, ez egy nagyon jó rendezői, dramaturgiai fogás volt. Tulajdonképpen a darabot nem sérti, mert amiről szól, azok ezek a betett modern készségek, ezek csak erősítik a mai, mai néző számára a mondani valóját, illetőleg a külsőségeit, ami hát a tartalmat erősíti. Tehát ez, hogy ma már úgy jön be a lakásba valaki, hogy telefonál, és a köszönését is a telefonálás közben süttyantja oda, ugye ez azért valamit mutat abból, hogy mit romlott már a találkozások öröme, vagy egyáltalán az a fajta figyelem, amivel az ember oda megy a másikhoz. Tehát ezek a apró javítások, ezek a darabot nem sértették, és én nagyon helyeseltem, hogy bizonyos fokig a készségek, amik most vannak, tehát okostelefon, meg egyebek, azok bekerüljenek. Ugyanakkor kikerült az például, hogy nem lehet telefonálni, ugye, mert ma már olyan nincs, hogy ne lehessen telefonálni, mert mindenkinek van mobilja. Vagy nem tudom én, hogy 600 forint az albérlet, vagy pedig bizonyos dolgok, amiket mondjuk a 70-es évek hétköznapjai jelentették, azok ugye kikerültek, mert azt már a mai közönség nem a percipiája, viszont ez egy olyan modern darab, mert mondjuk klasszikusnál nem kell változtatni, nem kell megváltoztatni a bizonyos történelmi darabban a viszonyokat. De egy élő magyar, illetve egy élő modern darabnál ott lehet ilyenfajta modernizálásokat csinálni, hogyha a szöveg elbírja, hogyha a tartalom nem sérül, mint ahogy nem sérül, mert a lényege azért az megmarad. És úgy látszik, hogy ugye, amikor ez a darab elkerült már 70-es években is külföldre, akkor mindig magam is csodálkoztam, hogy teljesen más helyen megszólal, mert az ember, amikor darabot ír, akkor a környezetében írja, tehát arról ír, amit él. De úgy látszik, hogy, és akkor egy újságíró kérdezte, hogy mit szólok a sikerhez, mondtam, az író számára a siker, hogy mindenütt játsszák, kellettől
nyugati, az jó. Az ember számára szomorú tapasztalat, hogy mindenütt így élnek az emberek, és ez a helyzet. Tehát ez a darab, ami arról szól, hogy nem eléggé figyelünk egymásra, hogy felületesek vagyunk, hogy elvesznek az igazi egymáshoz való viszonyoknak az értékei, azok tulajdonképpen az egész világon így vannak. A Székesfehérváron Bagó Bertalan rendezésében megszületett darab megerősít és egyben groteszk hangvételével ráébrez bennünket életünk kiüresedésének veszélyeire, nevetésre sarkal, de egyben figyelmeztet is, hogy az információ áradat akár a börtönünk is lehet. Onnan ismertetik meg, hogy egy jó darab az nem csak a saját korában szól nagyot, amikor éppen játszódik, hanem később is, tehát örökörvényű kérdésekkel foglalkoztat. És sajnos, ezt írta Szakonyi Károly, játszódik 1970-ben, sajnos. Most ezt mondhatnám, hogy játszódik 2023-ban, sajnos, mert az alapkérdése és az alapfelvetései, azt gondolom, és kicsit szomorúan hozzáteszem, ez továbbra is érvényes tud maradni. Ha azokat a dolgokat leszedjük róla, amik mondjuk a nagyon erőszakos, vagy nagyon pontosan csak abban a korban történhetik meg, azt leszedjük, az alapkérdések, az alaparhetípusok, az emberi magatartásformák, azok tökéletesen ráilleszhetők a mára is. Nagyon fontos kérdés, hogy amikor a maga a rendezés elindult, akkor már tudtad-e, hogy milyen gondolatsorok mentén fogod felépíteni ezt a darabot 2020-ban? Igen, persze. Hát ha valaki komolyan veszi a szakmáját, akkor előtte gondolkodik azon, hogy mit is szeretne megrendezni. Természetesen, sőt, egyeztettünk is a Karcsival, hogy mit szólna hozzá, ha egy kicsit, nem mondanám, hogy átírjuk, hanem Lökös Ildikóval, hanem egy picit maibá teszünk olyan kifejezéseket, amik csak arra az időszakra voltak érvényesek. És ez nagyon, nagyon erősen partnere volt ebben. Tehát az elgondolásunk már eleve úgy volt, hogy amikor szóba került, hogy ezt én megrendezem, akkor már tulajdonképpen az első időszaktól kezdve ez benne volt a levegőben, a gondolkodásunkban is, nagyon nagy partner volt ebben a Karcsi. Mindenesetre teli találat, hiszen látjuk, ez egy remek gondolat, hogy a nézőkkel megbeszélitek a darab sorsát, a felépítését mindenestől. Ugye az elsőnél itt volt Lökös Ildikó, a dramaturg és Szakonyi Károly is. Az a tapasztalatom, hogy a nézők szintén, mint a színészek a darabban, lubickoltak ebben. Mit vársz a maitól? Hát remélem, hogy azok lesznek itt, akik már látták ezt az előadást, tehát legyen miről beszélgetni, csak elmeséljek egy történetet. Meg hát, ha aki még nem látta, és úgy jött ide beszélgetni erről, hát legyen nagyobb kedve, hogy megnézze. Varga Lili, aki Saci szerepében akár lehetne csacska kirakat baba is, de nem, ő egy olyan ívet ad a szerepének, ami figyelmeztet, hogy bár megélhetünk a magunk választotta idézőjeles eredetiségben, de ha érdektelenek vagyunk, nincs menekvés, ami fél évszázaddal a darab bemutatóját követően is egyértelmű. Nagyon hálás vagyok azért, hogy találkozhattam és Szakonyi Károllyal, és nekem csodálatos élmény volt maga az olvasó próba is, hogy ott volt velünk együtt végig a próba folyamat alatt. Tőle is kaptam instrukciót. Isteni élmény volt, nagyon jó volt. És az, hogy vele együtt kicsit, tehát megpróbáltam én is kicsit ugye elrugaszkodni attól, mert én is láttam még a régi felvételt Páger Antallal, Bulla Elmával, Halász Judittal, és megpróbáltam kicsit más lenni, tehát ami kicsit én vagyok, kicsit más, de közben mégis visszaadhat valamennyit ebből. A közösségnek, a csapatnak milyen érzés volt átörökítene ezt a darabot, hiszen azért mégiscsak a 21. században vagyunk, és nyilván változott a helyzet, bár az alaphelyzet annyira nem. Igen, az alaphelyzet nem, minimálisan változtattunk rajta, közelebb hoztuk valamelyest a nézőkhöz. Mindenki ebben olyan értelemben vett technikai hatalomban él, és nem nagyon figyelünk egymásra. És nem csak, hogy nem figyelünk egymásra, hanem mindenki a saját gondolataiban van elmerülve. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezzel így is színpadon is szembesüljünk. És hogy nagyon érdekes, hogy ezek a technikai vívmányok, hogy mennyire figyeli az ember, és ott van mindig a gondolataiban.
és nem egymással beszélgetünk, nem egymás szeméből beszélgetünk, hanem folyamatosan azon jár az ember agya, hogy igen, milyen reklámot láttam, igen, azt el kell intéznem, igen, azt meg kell vennem, igen, és közben lemaradunk a saját életünkről. És szerintem nagyon fontos, hogy nem maradjunk le a saját életünkről. Szakonyi Károly a darabban olyan kivételes beleérzéssel, dramaturgiai tudással, megjelenítő, ábrázoló képességgel beszél a világról, olyan eleven erővel idézi meg zavaró felhangok nélkül egy kispolgári család viszonyrendszerét önmagához, ami 2023-ban is szerte a világon hiteles. Még mindig előhang, de már a jeruzsálemi király Gáspár Sándorral, aki Tóth Benedek darabjában Tas szerepét látja el. Folytatódott a Vörösmarty Színház új beszélgetés sorozata, amelyben Fejér Erdélyi Teréz moderálásával a színre kerülő darabok előéletét ismerhetik meg a színházbarátok. Ezúttal a Horváth Csaba rendezésében bemutatandó dráma a jeruzsálemi király előéletéről szólt a diskurzus. Az ember ilyenkor, vagyis a színész, hogy hogyan készül fel, és hogy hogyan dolgozik, mik azok a szempontok, amiből tájékozódik, amiből meríteni tud, tehát hogy mik azok a források azon kívül, ami a színpadi mű. Ezért egy történelmi drámáról van szó. És nyilván, hogy egy színésznek ilyenkor dolga az, hogy tájékozódjon és merítsen, hogy mik azok a motívumok, amiket ő adott esetben színpadon meg tud jeleníteni azokkal az eszközökkel, amelyekkel egy színész rendelkezik. Tehát azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban fogunk sok mindent hallani, és hát Gáspár Sándor, ő pedig egy nagyon tapasztalt színész, és biztos vagyok benne, hogy nagyon izgalmas lesz azt látni, hogy ő erre kifejezetten hogyan lép rá erre az útra, ami egy szerep. Színművészként, gondolkodó emberként szerinted szükség van arra, hogy rendbe tegyük azokat a történelmi dolgainkat, amelyek egy-egy adalékát ismertük eddig csak, hiszen ez Második Andrásnál is így történt. A történelem a népek nagy tanítómestere, ezt tudjuk, tehát hogy az biztos, hogy nem árt, hogyha tisztában vagyunk a múltunkkal, és ugye ez a sokat emlegetett, ez az identitásunk ezáltal gazdagodni tud, és az ember maga biztosabban áll a lábán, hogyha néhány kérdésre tudja a választ. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség van, és a színház erre egy megfelelő terep tud lenni, egy megfelelő fórum, hogy ezt beemeljük a tudatba, és úgymond a nagy kollektív, vagy a társadalmi diskurzusnak a része legyen. Egyébként a Trianon egy ugyanilyen kísérlet volt, amit én is személyesen tapasztaltam, és lehet látni, hogy mennyi kibeszéletlen trauma halmozódik föl a történelem során, és hogy az káros, amikor ezekről nem beszélünk egyáltalán, vagy sarkítva beszélünk. Tehát, hogy a színház tükröt tart, és tükröt tart a jelennek, tükröt tart a múltnak is, és így ezen keresztül az embernek. Gáspár Sándort Tas szerepében láthatjuk. A Kossuth Díjas színművész hangsúlyozta, számára megerősítést jelent, hogy a szerző Tóth Benedekkel, a dramaturg Perczel Enikővel és a darab szereplőivel közösen értelmezhették Második András uralkodásának, történetének drámai kulcs pillanatait. Nagyon ritkán vagyunk olyan helyzetben, hogy egy színdarabot nem kész állapotában veszünk a kezünkbe, hanem felajánlott egy olyan lehetőség, hogy együtt tudjunk gondolkodni az írással, a rendezővel és a színészettel, pontosabban mindezek felvetéseivel. Tehát a Benedek egy fantasztikus lehetőséget kínált, amit a Horváth Csaba kinyitott egy ilyen közös alkotói munkává, amiben a mi saját észrevételeink a végleges példányban hasonlóan benne lesznek a Csaba észrevételeihez, és természetesen a Perczel Enikő fantasztikus dramaturg észrevételeivel, ami nem azt jelenti, hogy ezáltal csorbulna a szerzői indíték, vagy akár energia, hanem a Benedek mindebből egy végső formát és tartalmat tud a maga igényeivel, ami elég magas szinten van, összefésülni. Tehát most színészként ismétlem abban a kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy nem csupán arról van szó, hogy egy szerepet elkezdünk kielemezni és megtanulni, hanem az elemzés közben felvetődött gondolatainkat a Benedek papírra is tudja vetni. Tehát most ott tartunk, hogy ebben a
közös munkában egyelőre a végleges formai nyelvet, amit az ember a díszletben, jelmezben hamarabb meg szokott kapni, most később kapjuk meg színészként, viszont a beavatás, az anyaggal való foglalkozás mélysége, hogy úgy mondjam, a megszokotthoz képest bővebb lehetőséget ad. Kicsit bonyolultan mondtam el, de talán érthető. Ennek tükrében mit jelent számotokra, hogy a jeruzsálemi hadjárattal, illetve az András Gertrudis kapcsolatnak egy új elemét ismeritek meg? Hát úgy, mint magánember is mindenképpen érdekes számomra, hiszen azért az Endre figuráját, aki különösebben mélyen nem helyezi el magát a történelmet a Endre személyével, a maga ismeretei felszínével nehéz rálátni. Egy bánkbán kapcsán az embernek nyilván az a benyomása, pláne ha nem csak hogy olvasta, hanem elég sokat is látott az életben, mint én, hogy valahogy az Endre mindig a végén érkezik meg, aki egy tutyi-mutyi, már idősödő férfi. Na most ebben a drámában, a Benedek drámájában egy olyan embert ismerünk meg, akinek igenis komoly vívódásai vannak a környező történelmi szituációk okán, illetve a saját magánélete okán, ezért egy vívódó embert látunk a Tesetosza helyett, és ennek a vívódó embernek végül is a fantasztikus eredménye maga az aranybulla, ami a mi általunk megálmodott, elképzelt vívódások, tapasztalatok és egy emberi nagyságnak az eredménye. A darab új szemszögből láttatja az aranybulla uralkodójának történetét, kiemelten a Szentföldi hadjárat misszióját és II. András hiteles viszonyát környezetéhez, illetve hitveséhez Gertrudishoz. A darab premierje április 14-én lesz. Utolsó szakaszához érkeztek a Szent István Király Múzeum Géza nagyfejedelem téri ásatásai. Most nyílt napon volt lehetőségünk megnézni az érdeklődőkkel együtt a feltárást. Itt volt a történeti városmag. Rej Szabina ásatás vezető régész fogadta az érdeklődőket a különleges ásatási sétán. Nyílt napot szervezett ugyanis a Szent István Király Múzeum, melyre rengetegen érkeztek. A 2014 óta több szakaszban folyó feltárási munkálatok utolsó fázisa érkezett el a Géza nagyfejedelem téren. Az elmúlt évek kutatásai jelentős ismeretekkel gazdagították az egykor itt álló ispáni, később királyi vár történetét. Itt most már több éve a püspöki székesegyház körül folytatódnak, vagy folynak a feltárások 2014 óta. Ez most az utolsó szakasza a Géza nagyfejedelem téren, ahol 2022. novemberében kezdtük el a munkálatokat. A tél beköszöntével le kellett egy kis időre állunk, és most február végén tudtuk folytatni a feltárásokat. Maga a terület az egykori ispáni, később királyi várnak a területe, és számos olyan falszakaszt is találtunk, amelyek elképzelhető, a korábban hősök terén megtalált falszakaszoknak a folytatásai. Ezek elsősorban erődítésfalak különböző korokból, illetve különböző funkciót betöltő világi épületeknek a falmaradványai kerültek elő. Ezeket pontosan egyelőre keltezni nem tudjuk, hiszen rengeteg átépítése történt ennek a területnek, a térnek, közművek is megbolygatták. A világi épületeken kívül az egykori középkori templom körüli temető további részletét is sikerült feltárnunk. Elsősorban törökkor utáni síroknak a maradványait találtuk meg. Külön érdekesség még, ez újdonságként jött elő, hogy valószínűleg egy újabb leégett gödörháznak a felmelő falmaradványait találtuk meg. Miért különleges ez a terület, ahol most ugye 2014 óta már a munkálatok folyhatnak, a feltárások folytatódhatnak? Ez több szempontból fontos terület, hiszen ez volt a városnak a legkorábbi történeti városmagja, a legkorábbi települési egysége, így jött léte. Ezt bizonyítják az előkerült Árpád-kori kerámia leletek is. Ugye a forrásokban is már ugye Alba Civitas megemlítik, úgyhogy elképzelhető, hogy ez az ispáni vár, amit említenek, ez itt helyezkedhetett
épített el, hiszen számos erődítés falat és az védműhöz tartozó árokszakaszokat is megtalálhattunk, és ezen belül pedig helyezkedett el a négykaréjos alaprajzú templom, amelyet a kutatók többsége a Szent Péter plébánia templommal azonosít, és van arra vonatkozó adat, hogy Géza fejedelmet is itt temették el feleségével együtt. Mi a jelentőség ennek a mostani feltárásnak? Ugye ez egy több éven át zajló feltárási munkálatok zajlanak ezen a területen, hiszen összefüggésében nem tudtuk, ugye mindig egy adott szakaszt kaphattunk meg a beruházások véget, és ennek az a jelentősége, hogy egy ekkora összefüggő belvárosban lévő területen ásni, ez manapság nagyon ritka, hiszen a legtöbb város a középkori városra épült rá, megsemesítve a legtöbb esetben az ott álló falakat, mégis bizonyítja azt, hogy érdemes kutatni egy élő városban, hiszen rengeteg új információt nyerünk a város történelmére vonatkozóan. Nem olyan egyszerű egy élő városban kutatni. Milyen kihívásokat jelent ez ilyenkor egy-egy ilyen feltárás, ami tényleg így a város szívében zajlik? Egy belvárosi ásatás sokkal bonyolultabb, mint egy nyílt mezős beruházás, hiszen egyrészt be vagyunk zárva, mondjuk úgy, egy zárt területen dolgozunk. Ugye legtöbb esetben ugye közművek bolygatják meg a területet, megsemmisítve ezáltal a keltező értékű régészeti rétegeket, valamint számos közmű van, ami sokszor élő, tehát nagyon vigyáznunk kell, hogy nehogy elcsapjunk bármit is. Fontos szempont az, hogy ugye hova deponáljuk a földet, amit kitermelünk, hiszen korlátozott terület áll a rendelkezésünkre, úgyhogy ezt is, tehát megfelelő logisztikát is ki kell. Mellesleg más régészeti munkát, megközelítést igényel egy belvárosi ásatás, hiszen itt rengeteg réteg, rengeteg földmozgás történt, és így ennek alapján értelmezni az előkerült falmaradványokat, vagy éppen sírokat, ez egy külön mód megfigyelést igényel. A 21. századi eszközök mennyiben segítik a munkát, vagy mit adhatnak hozzá, hogy most már vannak olyan technológiák, technikai eszközök, amik segítik ugye a régészek munkáját? Itt elsősorban ugye vannak a geofizikai felmérések, pont belváros esetében igen nehezen lehet őket alkalmazni, a nagyfokú közművesítés és a nagyfokú bolygatottság miatt. Itt elsősorban ugye a forrásokat használtuk, tehát vissza kellett nyúlni a régi idők forrásaira, illetve a korábbi elődök kutatási eredményeit is segítségül kellett hívni, viszont pont a dokumentálásnál használjuk a 21. század technikai vívmányait, drónozás, 3D ortofotó készítése, tehát igyekszünk minél pontosabb felmérést készíteni az adott területről, hiszen ezek vissza lesznek temetve. Mit lehet tudni, meddig zajlik majd itt a feltárás, a munka? Nyilván attól függ, hogy mit találunk, illetve az időjelestől is nagyban függ. Előre láthatólag május közepe végére szeretnénk befejezni az ásatási munkálatokat. És mi lesz a folytatás? Hát ezt követően történik a tudományos feldolgozása, kiértékelése az ásatási eredményeknek, amely több évet vesz igényben, hiszen nem csak az előkerült maradványokat, falmaradványokat kell, hanem bizony a leletanyagokat is ki kell értékelni, feldolgozni, és azért nem kis mennyiség került elő. Az egykori középkori templom körüli temető további részleteit is sikerült feltárniuk a Szent István Király Múzeum szakembereinek. Elsősorban törökkor utáni sírok maradványait találták meg. Külön érdekesség, hogy valószínűleg egy újabb leégett gödörháznak a felmenő fal maradványai kerültek elő. Ahol állunk, valószínűleg egy késő középkori lakóháznak sikerült a leégett fal maradványait megtalálni. Ezekre a házakra jellemző, hogy részben voltak felmenő fallal, és részben pedig a földbe ásták bele ezeket magát a gödörházat. A szerkezetére jellemző, hogy leszúrtak különböző vastagságú cölöpöket, és sövénnyel tapasztották, és majd ezt sárral is még átkenték. És valószínűleg eznek a leégett oldalfalát sikerült megtalálnunk ezen a részen. Reich Szabina ásatásvezető régész elmondta, a területről előkerült leletanyag változatossága tanúskodik a történeti városmag kiemelt szerepéről. Ezen a területen jött létre Fehérvár legkorábbi település egysége. Ezt bizonyítják az előkerült Árpád-kori kerámia leletek is. A forrásokban Alba Civitast megemlítik, valamint az ispáni várat, amely valószínűleg itt helyezkedett el. Számos erődítés falat és a védműhöz tartozó árok szakaszokat is megtalálták,
találták a kutatások során. Ezen belül helyezkedhetett el a négykaréjos alaprajzú templom, amit a kutatók többsége a Szent Péter plébánia templommal azonosít, és van arra vonatkozó adat, hogy Géza nagyfejedelmet is itt temették el feleségével együtt. A Ciszterci templomban a Stabat Mater örökbecsű előadásával köszöntötte a húsvétet az Alba Regia Szimfonikus Zenekar. A Haydn mű Mária szenvedését idézi meg Krisztus keresztre feszítésének pillanataiban. A Stabat Mater a keresztfa tövében álló a fia szenvedését és kínhalálát tehetetlenül szemlélő Máriáról szóló gyönyörű középkori szekvencia, amelynek szerzője jelen tudásunk szerint egy 13. századi ferences szerzetes, Jacopone da Todi, az európai zene történetében számos zeneszerzőt inspirált alkotásra. Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar ünnepi sorozatának Ciszter templomban rendezett harmadik hangversenyén ezúttal a bécsi klasszikus zene nagymestere, Joseph Haydn 1767-ben keletkezett nagyszabású oratórikus kompozícióját szólaltatta meg a zenekar Dobszai Péter vezényletével. A mai napon ennek a valóban gyönyörű repertoárnak azt a részét hallgatjuk meg, amit Joseph Haydn tett hozzá. Haydn Stabat Matere viszonylag mérsékelt létszámú zenekarra, négy szólamú vegyeskarra és négy szólistára íródott. Nagyon szépen hangszerelt szólótétek. Szólótételek, egy duett, számos kórus tétel, és egy olyan tétel is van a műben, amikor ez a teljes előadói apparátus egyszerre énekel, és adják a stafétát egymásnak, a szólisták és a kórus. Egy nagyon erős dramaturgiájú, nagyon mély lélektani folyamatokat megmutató mű, ami így nagy szerda alkalmával azt gondolom, hogy igazán méltó készület az ünnepre. A klasszikus zene barátai számára a történet szentségén túl a gondosan megfogalmazott zenei alázattal interpretált mű mellett a darab emberi vonatkozása is kiemelten fontosak lehetnek a húsvétra készülődési időszakában. Nagyon segít abban. Talán túlzás lenne azt mondani, hogy rákényszerít, de talán még ez sem túlzás. Aki eljön egy ilyen koncertre, az egészen biztos, hogy 55 percen keresztül ki tudja zárni. A mi felelősségünk az, hogy képes legyen kizárni mindazt, a rohanást és mindazt a hatást, amiből a világ forgatagából érkezik az ünnepnek a kapujába. És ez a mű annyira szemlélődő jellegű, és annyira drámai egyszerre, hogy feltétlenül egy olyan lelki készületet jelent, ami elmélyíti a tartalmat és segít megélni ebben az évben is a húsvétot. A hangversenyen az Alba Regia Szimfonikus Zenekar partnerei Tatai Nóra, Hajdu Diána, Balczó Péter és Rezsnyák Róbert énekművészek, az Ars Musica kórus és az Alba Regia vegyeskar tagjaiból álló összkar közreműködésével szólalhatott meg Haydn örökbecsű műve. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.